Tehát, hogy egy olyan anyag, amiben őszintén beszélhetünk. Sajátos hangvételű előadás olvasópróbáját tartották a Bartók Kamara Színházban február 4-én. A Jónás könyvét dolgozza fel a stúdióteremben a fiatal erdélyi színházművészek egyik legizgalmasabb alkotója, Györfi Csaba. Csadi Zoltán, a Bartók Kamara Színház igazgatóhelyettese elmondta, az intézmény vezetése külön hangsúlyt fektet arra, hogy a stúdióteremben a fiatal művészek is teret kaphassanak és megvalósíthassák akár szélsőséges ötleteiket is. Ez egy fontos szempont volt, igen, hogy fiatal, illetve középgenerációs művészek is megjelenjenek a színház alkotói csapatában, és a repertoárra kerülő előadásokat ilyen fiatal művészek vagy középgenerációs művészek hozzák létre. Ebben a szellemben is hívtuk meg Györfi Csabát erre a produkcióra, aki az Kortárs Erdélyi Színháznak az egyik jeles fiatal alkotója, és... A célunk az volt, hogy egy olyan anyaggal foglalkozzunk, ami része a tananyagnak is, de hogy ami izgalmas és különleges lehet a nézők számára és az alkotók számára egyaránt. Györfi Csaba rendező elmondta, az előadás kapcsán az a legfontosabb számára, hogy elgondolkodtassa a nézőt. Jónás könyve, a hit, a proféta szerep, és egyáltalán az, hogy a művész, az alkotás hogyan hat ma, hogyan hat az emberekre, hogyan vállaljuk ezt fel. Egy olyan fizikai színházi környezetbe helyezve ezt az egész történetet, ami igazából Jónás vívódásait tudja megmutatni, és tud segíteni abban, hogy a néző eljusson akár saját magához, meg akár a saját vívódásaihoz a hittel kapcsolatban, meg egyáltalán a vállalásával kapcsolatban. A Jónás könyvének első előadását március 6-án láthatják az érdeklődők a Bartók Kamara Színház stúdió termében. És elmúlt egy hét és kettő